Sziasztok! Ez itt a Teknős Anya, és ebben a mai videóban egy igazi különlegességről szeretnénk nektek beszélni, és ez nem más, mint a gyémánt teknős. Tartsatok velem! A vízi teknősök általánosságban édes vagy sós vízben élnek, viszont a gyémánt teknős egyébként képzeljétek el, egy ilyen úgynevezett brakvízben él, amely azt jelenti, hogy enyhén sós. És ők egyébként megtalálhatók az USA partjaitól egészen a mexikói öbölig, és akkor ők sűrű, növényzetű, iszapos, mangróva mocsarakban élnek, és folyótorkolatokban, ahol a tenger a folyóval találkozik, és emiatt lesz enyhén sós a víz, és ők úgy tudják maguknak szabályozni a víznek a sósságát, hogy amikor följebb úsznak a vízben, akkor kevésbé lesz sós, amikor meg lejjebb úsznak, akkor meg nagyon sós. Ezért olyan különlegesek ezek a teknősök, arról nem is beszélve, hogy rendkívül szépek. Az év nagy részében egyébként aktívak, majd a hideg beköszöntével elássák magukat a víz alatti iszapba, és ott úgymond itt telelnek, vagy amíg hideg az idő, addig ott maradnak. Nevüket a páncéljukon található természetes mintákról kapták, nézzétek meg, tényleg olyan, mint a gyémánt, meg a fejük is nagyon különleges, és egyébként ez lehet kék, fehér, vagy egészen akár a feketéig is terjedhet, és ezek általában ott a mangróva mocsárban található rákokkal, csigákkal és gerincszelenekkel táplálkoznak. Az az érdekes, hogy rendkívül erős állkapcsuk van, és ezzel szokták szétzúzni, amiket el szeretnének fogyasztani. És a hímek itt körülbelül 13 centire, a nőstények meg hát, hogy körülbelül egy 20 centire tudnak megnőni, tehát a nőstények ennél a fajnál is nagyobbak, mint a hímek. És hogy nézzétek meg, a haspáncéjuk általában narancsszínű, viszont van olyan is, akinek ilyen feketés narancsos. És az az érdekesség, hogy a vízben lévő sót, azt a szemük közelében lévő sómirigyükkel üríti ki a szervezetükből hasonló módon, mint a tengeri teknősök. Nézzétek meg, nagy úszóhártyás izmos lábaik vannak, amiket arra használnak, hogy mielőtt ők egy folyóban élnek, ezért a vízzel szemben, tehát a sodrással szemben kell, hogy tudjanak úszni, és erre használják ezt a nagy izmos lábaikat. És azt is megnézhetitek, hogy neki például fehér a feje, ő például egy nőstény, ennek a nősténynek pedig feketésebb, fehéresebb. Tehát ennyire változó tud lenni egy ilyen teknősnél is a színük. Egyébként mi őket egy négyzetméteres terráriumban tartjuk, és megpróbáltuk úgy berendezni, hogy a természetes élőhelyükön is van. Ez egy 400 literes nagy akvárium, itt van középen egy ilyen nagy mangrovefa, ez nekem a személyes kedvencem ebben az akváriumban. Fekete kő van itt alul, és fehér kővel van összekeverve. Tettünk bele még apukámmal műnövényeket, és egy dekorációs hátteret is. Ami nagyon fontos, hogy legyen benne nekik egy erős szűrő, lehetőleg minél nagyobb, ugyanis például nálunk, nézzétek meg, ekkora így a szűrő, itt van bent az akvárium alatt, és ennek az a lényeg, hogy például nálunk körülbelül óránként 2-3-szor meg tudja forgatni az akváriumban minden vizet. Ami még tudni kell a mangróva fáról, hogy mielőtt belehelyeznénk az akváriumba, azért mondjuk 2-3 nap előtte be kell rakni vízbe, ugyanis ott is enged a természetes színéből, de nézzétek meg, hogy kicsit ilyen sárgásabb a víz, és ez nem azért van, mert koszos, hanem mert a mangróva fa eresztett a színéből. Van nekik bent egy melegítő lámpa, ott napozik most az egyik, és ők minden nap kiszoktak mászni, napozni, ugyanis ilyenkor le kell, hogy szárítsák a vizet a testükről, ugyanis begombásodnak, hanem. Van nekik még itt egy UV lámpa is, igazából ez csak fényt ad itt a mangrovén, és egy tojófészek még.
tavasztól őszig egyébként kint tudjuk tartani őket a kertben. Már alig várom, hogy apukám már tudjunk menni nekik halat fogni, ugyanis ezt nagyon-nagyon szeretik. Szeretik természetesen még a gilisztákat, egyéb apró rovarokat. Etetni egy külön ládában szoktuk, ugyanúgy, mint a többi víziteknősünket, ugyanis úgy nem fogják összekoszolni a vízüket. És egyébként itt a dekorációs háttér mögött van még nekik bent egy vízmelegítő, ugyanis nézzétek meg, most nekik itt 25 fokos a vízük, körülbelül ez számukra a legjobb. Na, most megetetjük a kis teknősöket, tegnap halat kaptak, ma meg egy ilyen bébi tápot fogok nekik beszórni. Egyébként most ők édes vízben vannak, és ők ilyenkor szoktak inni is. Mivel ezek a teknősök édes vizet isznak, és ugye sós vízben élnek, ezért például a mangrove mocsarakban, ahol ők élnek, az esővizet, tehát ilyen a pocsolyákból szoktak ők inni, ezért is van az, hogy apukámmal elég gyakran szoktuk kivenni őket egy kis kádban, és miközben esznek, közben ők isznak, és ugyanis ebből a sós vízből ők nem isznak. A csőrszerű szájukkal az nagyon könnyedén fel tudják törni a csigákat, kisebb rákokat és egyéb élőlényeket. És a vízben lévő sót, azt meg tudjuk mérni egy ilyen kis egyszerű kis dologgal, amivel teszünk a vizet. Kicsit megrázzuk, hogy a buborékok fölmenjenek. És így most felrakom. És akkor mindjárt meg is mutatja, hogy hát körülbelül úgy egy idáig brakvíz. Úgyhogy most ez látszik is a mérésen, hogy ez most brakvíz. Mint a legtöbb víziteknős, ezek a teknősök is húsevőek. És nektek is nagyon ajánlom, hogy amikor jó az idő, és időtök engedi, akkor egy kisebb program keretein belül menjetek el szüleitekkel, vagy családotokkal, így gyűjtsetek nekik mondjuk halakat, vagy kisebb csigákat, ráhokat és egyéb ilyen bogarakat, mert ezt nagyon szívesen elfogyasztják. Egyébként egy érdekesség, hogy most jelenleg itt vagyunk a lenti teknősanyán, régen még itt voltak a teknőseink, most jelenleg itt vannak a nagyobb sarkantyús teknősök. És nézzétek meg, itt van Karcsika, egy albínú lesőharcsa, ő jelenleg itt telel bent. Elérkeztünk a videó végéhez, ha tetszett, iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot, illetve látogassátok meg weboldalunkat. A következő videó egyébként a kis teknősökről fog szólni, ugyanis most nálunk nagyon sok kárt, és arról fog szólni, hogy bemutatjuk, hogy milyen napi teendő velük. Sziasztok!